Stábunk most a halpiacra tart Séf Lászlóval. Mi magunk is kíváncsiak voltunk arra, hogyan megy itt a főzőcske előtti bevásárlás. Ez a Los Angeles melletti halpiac a legnagyobb a környéken, ahol a legfrissebb és legszebb áru kapható. Ezt mi magunk is tanúsíthatjuk. Mitől különleges ez a piac Los Angelesben? Hát itt nagyon-nagyon friss a hal. Itt már is megfogják a halat itt kint, behozzák ide a piacra, nincs szállítás, nem szállítják a halat sehova. Kirakják a jégre, ezt eladják. Az összes, tehát az okosabb ember ide leutazik, egy kb. 20 perce van. Nyelmes. Hát ezek ez a szafsákrem, ezt általában ezt leszokták szedni így a tetejét, és kipanírozzák, és vagy paprikás lisztbe megforgatják, és akkor ki van sütve a serpenyőbe. Nagyon-nagyon delikét, tehát nagyon finom étel. Rövid halpiaci séta után az is kiderült számunkra, hogy a bevásárlás nem mindig veszélytelen dolog. Ebben van talán a legtöbb hús az ollójában, meg ezt általában kiszokták, négy percig főzik gőzben, és úgy utána lehet kiszívni belőle a hús, meg minden. Ez egy hányadal körülbelül? Hát ebből meg tudsz enni kettőt körülbelül simán. De az ollója az eléggé, elég sok hús van benne az ollójában. Vannak nagyobb méretben is. Ezek elég szép nagy méretek. Elnézést, ez egy kicsit megcsipett. Nem, hát egy kicsit. Ja, csak egy kicsit. Can I, do you have a napkin or something? Yeah, they're over there though. Thank you. Hi Ricardo, how are you? No, man. Can you, yeah, can you please give me a napkin? I'm bleeding. A napkin? Yeah. Five? Nah. Megszoktad már? Yeah, megszoktam, ezt nem lehet megszokni, valami, valami megcsíp, de ha volt már, hogy majdnem leharapta az ujjamat, de... Szóval... Most is majdnem. Jó, de átharapta egy kicsit. Miután bebugyoláltuk Séf László kezét, evéssel vigasztaltuk magunkat. László megkóstoltatta riporterünkkel az osztrigát is. Osztriga, rárakod ezt az erős szószt, hogyha akarsz erőset, szereted az erőset. Nagyon erős? Ez eléggé erős, szóval... Mondjuk az erős pistához képest? Az erős pistához képest ez 10-szer erősebb. Jó. Igen, szóval nagyon keveset tegyél rá. Jó. És akkor locsoljál rá egy kis citromot, így. Magot vedd ki belőle. És akkor csak ki kell belőle szívni. Így egyszerűen. Csak szívjad ki, nagyon remeg a kezed, mitől van az? Nagyon finom. Persze nem feledkeztünk meg arról sem, hogy vásárolni jöttünk. A választék óriási, de mi végül a tengeri sünöknél kötöttünk ki. Ez nem fog megharapni, szóval. A tengeri sünt láthatunk, nem sokára. Ja, elég nehéz kivenni őket, de tegnap itt voltam és vettem be 4-et. Nekem 3 nap, amíg így leesnek, mert nem. Nem, hogyha kifőzöd, akkor leszokott esni ez a leesik. De nem, ez már is eltő, vannak benne, ugye benne van a hús, ezt kiszeded a húst, és akkor kivágod a tetejét, és akkor bele lehet levest tálalni. Miután megvettük az összes alapanyagot, elindultunk a helyszínre, ahol ma egy 4 fős társaság számára készül vacsora. Séf László nem egyedül lát neki a feladatnak, hiszen a ház előtt már várják a kollégái. Az alapanyag a stáb segítségével gyorsan bekerül a konyhába, és már kezdődhet is a munka.